Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy az ön mátrixából kilépjünk és beszéljünk a valóságról. 2010-ben ön a szocialistáktól egy romokban heverő országot vett át, ebben azt hiszem, hogy egyetértünk. Szóval azóta eltelt 7 évben ön ezt az országot nem egy felzárkózó, felszálló, felemelkedő pályára állította, hanem egy leszálló, leszakadó pályára. Többször elmondtam már önnek, hogy ön az elmúlt időszakban, az eltelt évek során egy lánglelkű fiatal demokratából egy kiégett despotává vált. Hiába állít ön Tisza Istvánnak szobrot, miniszterelnök úr, hogyha közben a politikai gyakorlatával, a politikai működésével, a politikai lépéseivel Rákosi Mátyásnak és Kádár Jánosnak az emlékét csempész ide-vissza. Öntől egyébként lehet tanulni, ez tagadhatatlan, nagyon sokat lehet tanulni, például azt lehet megtanulni, hogy hogyan nem szabad egy közösséget és hogyan nem szabad egy országot vezetni. Nem tudom, miniszterelnök úr, gondolkodott-e már azon, hogy mekkora lehetőséget kapott a sorstól? Mekkora adomány volt az ön kezében azzal, hogy kétszer is kétharmaddal nyert országgyűlési választást? Mennyi jót tehetett volna ezzel az országgal? Mennyi mindent meg lehetett volna valósítani kétharmados többséggel? És hogy ön ezzel a hatalmas történelmi lehetőséggel élt? Élte vagy sem? Gondolkodott-e már ezen a kérdésen? Mert szerintem nem élt, és nagyon sokak szerint nem élt, hanem visszaélt vele. Nem az országot emelte föl, hanem a korrupció szintjét emelte olyan magasságba, amit korábban Magyarországon nem lehetett látni. Arra kérem, miniszterelnök úr, hogy nézzen körül, hogy kik vették önt körbe 1998 és 2002 körül, vagy között, és kik veszik körbe most. Kik veszik körbe most? Óriási a különbség, óriási ebben is a leszakadás és a lezüllés. És miniszterelnök úr, nézze meg, hogy mi maradt azokból a gyönyörű elvekből és gyönyörű célokból, amit a programjaikban korábban megfogalmaztak, még 98-2002 között. Maradt a foci, maradt a szotyi, maradt a kisvonat. Ezért nem kellett volna kétszer kétharmaddal nyerni, nem kellett volna alaptörvényt módosítani. 2018-ban, amikor a Jobbik kormány megalakul és leváltja önt, három fontos nemzetstratégiai kérdésben kell majd helytállnia. Az első kérdés az ország biztonságának a megvédése lesz, ugyanis bármit is állít miniszterelnök úr és az ön sajtója, ennek a választásnak 2018-ban nem az lesz a tétje, hogyha Orbán Viktor elbukik, akkor lebontják a kerítést. Nem ez a tétje. Ugyanis a Jobbik fogja nyerni a választást, és ön valóban el fog menni, miniszterelnök úr, de a kerítés marad. Sőt, nem csak, hogy marad a kerítés, hanem a kerítés mellett még határőrség is lesz, sőt, az önök számára oly kedves és nagyon sok korrupt pénzt hozó letelepedési kötvénybizniszt is eltöröljük. Se szegény migráns, se gazdag migráns. Miniszterelnök úr, a Jobbik 2018 után is meg fogja védeni Magyarországot a migrációtól, meg fogja védeni a kvótától, és biztosítani fogja Magyarországnak azt a történelmileg megörökölt kulturális és társadalmi berendezkedést, ami most a sajátunk. Ez az első feladat. A második, és ez még szintén a nulladik lépések kategóriájába tartozik, a második nemzetstratégiai lépés az lényegében az, amire ez az ország már 27 éve vár. 27 éve. Arra vár ez az ország 27 éve, miniszterelnök úr, hogy legyen végre elszámoltatás. Hogy végre a tolvaj, korrupt gazemberek, a politikus bűnözők, azok, akik az emberek pénzét szétlopják és magánvagyonná hízlalják, azok végre megkapják a büntetésüket. Ezt várja az ország 27 éve, és a Jobbik kormány számára ez lesz a második fontos lépés, és tudja, hogy kivel fogjuk kezdeni, miniszterelnök úr? Tudja, hogy kivel fogjuk kezdeni? Nagyon jól sejti. Nagyon jól sejti. Nagyon jól sejti, miniszterelnök úr, Kósa Lajos vágyálmaival, vágyvezérelt gondolkodásával ellentétben önnel fogjuk kezdeni, miniszterelnök úr. Önnel fogjuk kezdeni, mert ön a pókháló közepén a pók. És hát az országot ki kell szabadítani abból a korrupt métejből, amiben ön beletaposta. És tudom, hogy ezekkel a szavakkal én kivívom az ön haragját, és majd a sajtó hiénái, hogy az elmúlt hónapokban is mindenféle módon erkölcsileg, emberileg megpróbálnak engem tönkretenni, de miniszterelnök úr, örömmel vállalom, mert valakinek ezt el kell vállalnia, valakinek ebből a korrupt pocakgödörből ki kell rángatni az országot. És utána jön a harmadik feladat, a legfontosabb, ami nem soros terv, hanem párhuzamos terv. Az ország gazdasági felemelése. És azért mondom, hogy párhuzamos, mert egyrészt az Európai Uniót kell igazságossá, szociálissá, szolidárissá tenni. Erről szól a béruniós kezdeményezésünk, amit ön nem támogat. Másrészt a hazai gazdaságot kell felemelni, versenyképessé, termelékenyé tenni. És egy ilyen gazdaságban nem lesz helye a korrupciónak, nem lesz helye a multiknál dolgozók magárahagyásának, a magyar mikro, közés, kis és középvállalkozások magárahagyásának, az egészségügy és az oktatás tönkretételének, a nyugdíjasok manipulálásának és a fiatalok elüldözésének. De legfőképpen tudja, minek nem lesz helye ebben az új gazdaságpolitikában és ebben az új kormánypolitikában? Önnek, miniszterelnök úr. Ez a valódi tétje a 2018-as választásoknak, hogy folytatódik ennek az országnak a leszakadása önnel, vagy végre ez az ország felemelkedik ön nélkül. Köszönöm a figyelmet.
Látom, hogy a miniszterelnök jelölt hölgyek és urak azzal a problémával küzdenek, hogy az emberek nem veszik őket komolyan, sőt lassan már láthatósági problémákkal is szembe kell nézniük. Ezzel magyarázom, hogy durvák és személyeskedőek itt az ülésteremben. Meghallgattam a Jobbik elnökének a tirádáit is. Neki csak arra hívom fel a figyelmét, hogy a kormányzáshoz komolyabb eszközökre van szükség, mint egy szemöldök csipesz.